Tavaly novemberben élesztették újra Napkoron a Szent András napi disznóvágás hagyományát, amelyet pálinka mustra és számos családi, illetve zenés program kísért. A nagyszabású rendezvényt idén is megtartják, ezúttal Kisvárdán, ahol a gasztronómiai fesztiválok több évtizedes múltra tekintenek vissza. Minden településnek, minden térségnek meg kell találnia az útját a fejlődéshez. Van, ahol az ipar, valahol a kereskedelem, van a feldolgozóipar. Én azt gondolom, hogy Kisvárda turisztikai térség szempontjából nagyon fontosak ezek a gasztronómiai fesztiválok, hiszen itt tudjuk megmutatni igazából azokat az értékeket, ami a helyi termelők, a helyi feldolgozóiparosok tudnak mutatni a lakosságnak, a turistáknak. És az, hogy összekapcsolódik ez a Magyarok Kenyere rendezvénysorozata, az meg egy kiemelt cél volt, hiszen így a gasztronómia, a hagyomány, a történelem az egy rendezvényben tud megmutatkozni, ezért fontos ez a rendezvény, várunk mindenkit szeretettel majd szombaton. A november utolsó szombatjára eső hagyományőrző fesztivál nem csak az önfeledt szórakozásról szól, de egy határon innen és túlnyúló összefogáshoz is kapcsolódik, így egy adományozó ünnepség is része a programoknak. A Magyarok Kenyere elnevezésű akció keretén belül az egész országban gyűjtik a búzafelajánlásokat. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 103 gazdálkodó döntött úgy, hogy önkéntesen adakozik a rászorulóknak. Ez úgy szokott történni, hogy aratás időszakban mi augusztus 20-a utánig szoktuk ezt a begyűjtést elvégezni, és utána egy ünnepélyes keretek között megköszönjük az adományozóknak is egy oklevéllel, illetve azoknak a civil szervezetek, akik vállalják ennek a rászorultság szerinti elosztását, azoknak is jelképesen átadjuk, és a Nyírsei Kasszó tulajdonosa vállalta, hogy olyan kiszerelésben, csomagolásban kicsomagolja ezt a megőrült búzát, amilyenben azok a civil szervezetek kívánják. Van, aki 1 kilósban, 2 kilós, 5 kilós, és akkor a kiszállításról már ezek a civil szervezetek gondoskodnak, akinek problémái merülnének fel, abban mi megkeresnek és segítünk a helybe szállításhoz. Lényegében ez a Magyarok Kenyere program erről szól. Ez a határon túli magyarok, a területekről is történnek ehhez a csatlakozások, és az ottani lakosság között történik meg ennek a szétosztása. Rácz Imre hozzátette, idén Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 25 tonna búza gyűlt össze, amelyből 5,7 tonnát ajánlanak fel a központi gyűjtés felé. A többit a helyi civil szervezetek osztják szét a rászorulók között. A rendezvény egyik főszervezője, Bakti János szerint az andrásnapi disznótorok a régmúltban fontos családi eseményeknek számítottak, amelyek mára egyre inkább kikopnak a hagyományból. Ez a Szent Andrásnapi disznóvágás a népi hagyomány szerint ilyenkor már hideg idő volt, lehetett úgy disznót vágni, hogy a húst el lehetett tárolni. Korábban a családi összejöttek fő programja volt egy ilyen disznótoros, és ezek már mind kihalófélben vannak. Ezt a hagyományt szeretnénk elvinni a megye több településére, nagyobb városokba is. Tavaly Napkoron szerveztük meg, ebben az évben pedig Kisváron kerül sor a megszervezésre. És hogy mire számíthatnak, akik e hét szombatján a Cinemakva film és naturpark előtti korzóra tévednek Kisvárdán? Bakti János azt mondta, a kulturális műsorok és a térség termelőinek kirakodó vására mellett disznótoros főzőversennyel, pálinka versennyel és mulatós zenei programokkal kedveskednek a közönségnek. A jó ebéd mellett Roberto, Bódi Csabi, Dankó Szilvi, a Hamkoham, valamint az Irigy Hónajmirigy gondoskodik a hangulatról.